Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek titeket ismét a csatornámon. Aki még nem találkozott velem, én és Jennifer vagyok, és beauty témában töltök fel videókat, heti rendszerességgel, heti két videót szoktam körülbelül feltölteni, és tényleg mindenről szó van, ami a beauty-val kapcsolatos, ami a lifestyle-al, és most pedig a továbbtanulásról fogok nektek beszélni, és arról, hogy én hogyan is töltöttem az elmúlt három évemet a Budapesti Metropolitan Egyetemen. Ez egy picit kötetlen, beszélgetős hangulatú videó lesz, vagyis így terveztem. Semmi konkrétuma nincs ennek. Szeretnék egy picit beszélni nektek az egyetemi éveimről, és arról, hogy pontosan mi történik most velem, hogyan élem meg színészként, énekesként ezt a karantén, illetve vírus időszakot. Úgyhogy hát kezdeném is az egyetemmel, ugyanis. Két hete, azt hiszem, hogy pontosan két hete sikerült lediplomázom a Budapesti Metropolitan Egyetemen kommunikáció és Média tudomány szakon, ezen belül is a PR marketing reklám specializáción. Hú, de hosszú zene van. Igen, szóval ezt sikeresen meg tudtam csinálni, és a diplomámat is két hét múlva fogom készhez kapni. Ez egy három éves képzés volt, egyébként levelező, levelezőn végeztem, nem nappali tagozaton, és ahogy megtudtam, semmilyen különbség nincsen a végzettség tekintetében, és elég sok területen fogok tudni elhelyezkedni ezzel a végzettséggel, kommunikátor, PR marketing szakon, specializáción, ez lesz valami ilyesmi, ilyesmi lesz a diplomában, úgyhogy nagyon izgulok, hogy hogyan fog ezt kinézni. Sajnos most el fog maradni ez a, az átadó ünnepség, tudjátok, amikor talárban kell, és ezzel a csini kis sapival kell pózolni a diplomával a kezedben, hát az most sajnos nálam el fog maradni illetve nem elmarad, hanem egy picit tolódik, mert azt ígérte nekem az egyetem, hogyha vége leszenek a vírusos időszaknak, akkor bepótolhatjuk, és a másolatát a diplomának tulajdonképpen ott ünnepélyes keretek között át fogják tudni adni, úgyhogy én sem maradok ki a jóból. Egyébként tényleg az ember életében egyszer van ilyen, nyilván valakinek több diplomája van, akkor többször, de én most jelen állás szerint úgy érzem, hogy nem szeretnék több diplomát, de ez természetesen bármikor változhat, még tanulni tulajdonképpen életünk végéig lehet és én biztos, hogy fogok is, csak nem biztos, hogy egyetemi formában. Úgyhogy nagyon élveztem egyébként ezt a három évet, ugye fél évek vannak az egyetemen, mindig fél évkor fel kell venni az adott tantárgyakat. Nagyon jól és nagyon egyhangúan sikerült végig úgy értve, hogy soha nem buktam meg egy tantárgyból sem, mindig mint a tantár szerint haladtam, és valójában mindent úgy teljesítettem, ahogy az le volt írva, és így nagyon szépen be tudtam fejezni a három évet, nem halasztottam soha, nem passziváltattam, és, és tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ha beiratkozik az ember egy egyetemre, akkor ez így van jól, és, és csinálja végig. Nem érdemes halazgatni, ha csak nincsen tényleg egy olyan munka lehetőség vagy olyan élethelyzet, amiben muszáj ö, passzív váltatnunk, de csak azért, mert hogy elmondhassuk, hogy sokáig járunk egyetemre, szerintem teljesen felesleges, minél hamarabb megvan, annál jobb, annál hamarabb lehet vele bármit kezdeni. Egyébként ezzel a kommunikációs diplomával elég sok mindent lehet kezdeni dolgozhatom akár a tévénél, szóvivőként, marketing területen tulajdonképpen bármit csinálhatok, PR szakemberek is lettünk egy kicsit, reklámiparban is tudunk tevékenykedni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon sok rétű ennek a felhasználása, és nagyon örülök végül is, hogy elkezdtem ezt, és meg is tudtam csinálni, úgyhogy nagyon büszke vagyok magamra. Egyébként én ugye most vagyok 25 éves, és picit eltolódott nálam ez a, az egyetemi végzés, ha lehet ezt így mondani, már 23 éves koromban kb. be kellett volna, hogy fejezem, de ugye én 20, kettő éves korom körül ö, iratkoztam be, most nem tudom, hogy 22 vagy 23 voltam, de valahogy így iratkoztam be a Metropolitan Egyetemre, mégpedig azért, mert amikor ö, ugye én leérettségiztem, utána beiratkoztam a Budapesti Gazdasági Egyetem, most már, ugye akkor még főiskola volt, a turisztikai szakra, turizmus vendéglátásra, és hát nem mondom nektek őszintén, hogy nem vagyok egy reál beállítottságú ember, így a matematika egy kicsit távol esik tőlem, illetve a statisztika és minden, ami ezzel kapcsolatos, úgyhogy nem igazán volt ebben sikerem, és nem is éreztem jól magam, úgyhogy az első két hónap után eljöttem, és azt befejeztem, és ezt nem szerettem volna csinálni, és öm, valójában érdekelt engem ez is, tehát nyilván azért mentem el, de hogy ne veszten el az a fél évem, ugye akkor már nem tudtam máshova beiratkozni, ezért turisztikai szervezős értékesítő végzettséget csináltam, illetve hát egy ilyen képzésre iratkoztam be, ami egy ok is papírt adott nekem, ami szintén egy, azt hiszem, hogy három éves képzés volt, és ö, ezzel ugye rendezvényszervező is tudtam lenni, dolgoztam is egy picit benne egyébként így a éneklés és színészkedés mellett, amit egyébként tervezek a jövőben is, hogy szeretnék valami ilyesmit csinálni. És ö, és utána rájöttem, hogy, hogy én mit is szeretnék igazából csinálni, úgyhogy ö, nem biztos, hogy ez jól van kitalálva, hogy már 19 évesen, vagy 18 évesen tudnod kell, hogy mi is szeretnél lenni, hogyha nagy leszel, és... Ö, és azért picit így érettebb fejjel, egy pár év ilyenkor nagyon sokat számít, és én is úgy éreztem, hogy 22 évesen értem meg arra, hogy egy egyetemre beiratkozzak, és nem is azt, hogy megértem, mert nyilván korábban is megértem, csak nem tudtam, hogy pontosan mit szeretnék csinálni, és biztos voltam akkor már abban, hogy a média területén szeretnék maradni, akár műsorvezetőként, akár bármilyen Tévés munkatársként, vagy tényleg a marketing területén ezek nagyon érdekelnek, és ebben képzelem el a jövőmet, úgyhogy ezt az egyetemet találtam a legjobbnak, én nagyon sokat uh, nyilván a felvételinél nézegettem én is. Uh, valójában nagy, egyetemek, nagy egyetemeket nem igazán néztem például az eltét vagy ilyenek, nem azért, mert nem lett volna meg a pontszámom, mert szerintem még akár meg is lehetett volna, ha nagyon ráfekszem. Emelt, miből csináltam emelt érettségit? Azt hiszem, hogy nyelvtan, irodalom vagy valami ilyesmiből. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy persze van egy emelt szintű érettségim valamelyik tantárgyból, tényleg nem tudom most hirtelen, hogy melyik. De lehet, hogy a társadalom ismeret, igen, társadalom ismeret, szerintem ebből van emelt szintű érettségim, nagyon-nagyon szerettem már akkor is. Úgyhogy, és szerencsére most milyen az élet az egyetemen is, a diplománál is, vagyis hát a záróvizsgánál is volt ilyen tételem, ami ehhez kapcsolódott. Na, bocsánat, hogy picit csapongok, csak tényleg annyi mindent szeretnék hirtelen elmondani erről az oktatási dologról az életemben, hogy nem akarok semmit kihagyni. Szóval elég sok egyetemet megnéztem, és én olyan képzést kerestem, igen, a nagy egyetemeket azért egy picit mellőztem, mert én olyan egyetemet kerestem, ahol igazán gyakorlatorientált a képzés, és nem csak elméletben tanuljuk meg a dolgokat, hanem tényleg van gyakorlat. Több a gyakorlati óra, mint az elméleti, vagy az elmélet is olyan, amit már szinte beültethetünk a gyakorlatba. Úgyhogy az Metropolitan Egyetem ilyen szempontból tökéletes választás azoknak, akik tényleg gyakorlatias képzést szeretnének. És ugye mivel ez a BKF, a régi Budapesti Kommunikációs Főiskola, ezáltal a képzés minősége is elég magas, és tényleg nagyon kiváló szakemberek dolgoznak ott. Úgyhogy én csak ajánlani tudom mindenkinek, ha ezen a területen szeretne elhelyezkedni. Egyébként úgy tudom, hogy a Metropolitan Egyetemen van ugyanúgy turisztikai szak, gazdasági képzések, közgazdász képzések, többféle néven. Úgyhogy én azt gondolom, hogy simán érdemes ott is körbenézni. Úgyhogy mindenkinek tényleg ajánlani tudom, mert nem egy begyepesedett egyetemről van szó. Tényleg nagyon modern, nagyon modern a, 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 a vizsgáztató rendszerük, a, az oktatási rendszerük, minden is természetesen a tanárok is nagyon rugalmasak, és az utóbbi fél évben ugye nekünk Zoomon volt, elég sok óránk, ami természetesen most a többségnek maradt is és tényleg teljesen gördülékenyen ment, nem volt semmilyen fennakadás, a tanárok képben voltak, olyan volt, mintha a kávé mindig is ezt csinálták volna, Úgyhogy abszolút tudom nektek ajánlani, hogyha még egyetem keresgélésben vagytok, és nem feltétlenül a nappali szakot, főleg ugye már én 22 évesen nem akartam beülni a, a padba, az iskolapadba, nem mint, hogy annyira öreg lettem volna, csak én ugye mellette dolgoztam, színházasztam, énekeltem, és így könnyebb volt ez az út. És nem bántam meg nagyon-nagyon jó élményekkel, gazdagodtam, most is tulajdonképpen a legjobb barátnőmet az egyetemnek köszönhetem, azóta is kiváló a kapcsolatunk, és szerintem ez így is fog most már maradni, mert eléggé megtaláltuk a közös hangot. Sok osztálytársam volt, barátokat szereztem, ismerettségeket, ismerősöket, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez egy nagyon szuper egyetem, és tényleg csak jókat tudok elmondani róla. És hogyha még meg fog tetszeni valamilyen szak, akkor biztos, hogy itt fogok tovább tanulni. És hát ennyit igazából az egyetemről. Szerintem egy, top, egy másik videóban fogok beszélni arról, hogy mi van jelenleg velem, ugyanis, ugyanis nem szeretnék ennél hosszabb videót készíteni, és szerintem egyben nagyon szépen összefoglaltam ezt az egyetemi dolgot és a továbbtanulást. Úgyhogy aki esetleg tovább tanulás előtt áll, vagy gondolkozik azon, hogy milyen egyetemre menjen, vagy hogy hallott már az budapesti metropolitán egyetemről, de még nem tudja, hogy igazából ez ez mi is pontosan, meg hogy milyen ott a képzés. Én tényleg csak jókat tudok mondani róla, és remélem, hogy hasznos volt nektek ez a videó. Találkozzunk legközelebb is, mindenképpen iratkozzatok fel itt a csatornámon, nyomjátok meg a csengő ikont, hogy kapjatok értesítést, hogyha új videót teszek fel. Az Instagramomat is érdemes követni, ott is nagyon szuper tartalmakat osztok meg veletek, és nagyon jó kis sztorikat is, interaktív módon, és persze a TikTokon is kövessetek minél többen. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok! Sziasztok!